ment a lágytövel. Az volt a kérdés, hogy miért kell nekünk ezt a jól prosperáló, nagyon jó kis gyárunkat eladni. Ez volt a kérdés mindenki számára. A Mátyás igyekezett megértetni mindenkivel, hogy ez egy kényszerhelyzet. Tehát nem mi döntöttük el, hogy el akarjuk adni a kertgyárat, hanem egyszerűen az élet, a kormány rákényszerített bennünket, hogy el kell adnunk a kertgyárat, mert nincs más lehetőségünk, illetve az, hogy várunk még egy évet, és majd eladnak bennünket. Itt nincs alternatíva. És a Mátyás bizonygatta, hogy még mindig ez a jobb dolog, ha mi adjuk el saját magunkat, mert így azért feltételeket szabhatunk, bizonyos feltételeket szabhatunk, hogy dolgozókat csak akkor bocsátanak el, hogyha rendkívül elbocsátás van, tehát ha isznak, vagy lopnak, vagy hasonló. Egyébként nincs 3 évig a kertgyárból elbocsátás. A szociális körülményeink nem változhatnak rossz irányba, csak jó irányba változhatnak. A üdülők továbbra is az alapítvány tulajdonában maradnak, az alapítvány tiszteletben tartják és támogatják. Tehát egy csomó a dolgozók számára nagyon fontos követelmény volt, hogy amit be is vettek az adásvételi szerződés mellékleteibe. Amit a Mátyás legnagyobb érként felhozott, az volt, hogy így most lehetőség nyílik arra, hogy valami keveset mi is élvezhetjük az eladásnak a hasznát, mert úgynevezett dolgozó üzletrészeket alakítanak ki, és ezt minden dolgozó bizonyos feltételekkel, annak függvényében, hogy hány évet töltött a győri kertben, és nem a beosztás számított, megveheti. Tehát meg lehet venni, amit a majd kötelező módon 5 év múlva a United Biscuit vissza fog vásárolni, és egészen biztosan sokkal magasabb áron, mint ahogy most önök megveszik. A vételhez minden lehetőséget megadott, akinek nem volt pénze, kamatmentes kölcsönt adott a gyár neki. A kekszgyáratot kevésbé ismerem, de azt tudom, hogy elég nagy méretű, és mondjuk úgy, hogy standard, nem élenjáró termékcsoportot állított elő. Hát voltak benne azért sztárok, a pilótakekszre mindenki emlékszik, de azért alapvetően ez egy közepes minőség, elég nagy volumen. Átalakulási törvény is lehetővé tette, hogy az állami tulajdont magánkézbe adják. Csak hogy megismétlem, elmaradt ennek a folyamatnak a társadalmi ellenőrzése. A győri keksz az nem csupán kekszet gyártott, hanem a honvédségnek kétszer sültet, és ezért, ez azért tartozik ide, mert amikor a rendszer összedőlt, a tergazdaság, a szocializmus, nem csupán az volt a baj, hogy állami cégek maradtak hátra, amikkel amit kezdeni kellett, mert az állam nem akar kekszet gyártani és tekercselni indító motorokat, hanem az is, hogy nagyon nehéz volt ezeket a magánszektorba úgy elvinni, hogy a magyar vállalkozók is hozzáférjenek a cégekhez. Tehát egy nagyon nagy céget csak nagyon nagy cég tud megvenni, vagy hát szét kell szedni kicsire, de arra igazából nem volt idő. Jött a privatizáció, aminek az első külföldi részvevője a United Biscuit nevű angliai központú világcég volt, akivel azt kell mondanom, hogy jó kapcsolatot alakítottunk ki. Mi a szerencsések közé tartoztunk, ha mondhatok ilyet, mert mi dönthettünk azért, hogy saját magunkat kinek adjuk el. Én emlékszem rá, 13 kérőnk volt az első etapban a gyárnak. És a végén a Szűrőn, a Rostán csak ez a kettő maradt, a német Balzen cég, a nyugat-német Balzen cég, illetve a United Biscuit angol nagy cég. És hát a United Biscuit akkor jobb feltételeket kínált nekünk, mindent ígért, hogy itt lesz új know-how, tehát új technológia, itt lesznek majd beruházások. Ha nagyon utána nézünk a dolgoknak, így utólag kiderül, hogy hát új technológia talán igen, az lett, de itt új beruházás szinte semmi, minket, mint kiderült ez is a végén. Nem azért vettek meg, mert mi a jól teljesítettünk, mert igenis mi abban az időben a legjobb édesipari gyár voltunk Magyarországon, hanem azért vettek meg bennünket, mert a kekszpiac, keksz és ostyapiac 56%-át a győri keksz birtokolta. Nekik a
piac kellett, mint ahogy a többinek is gondolom. Én, akik más cégeket megvásároltak. Semmi nem történt meg abból, amit ígértek ezek a vállalkozások. Egy-két hónapon, éven belül tömegesen bocsátottak el embereket, ami a megdöbbentő, azzal kezdték általában, hogy a mérnököket, a kutatófejlesztő részlegeket bocsátották el. Hát ennek meg az volt az oka, hogy nem a szellemi munka miatt jöttek Magyarországra, hanem azért, mert olcsó munkaerőt, munkásokat láttak itt, akikkel hatalmas profitot lehet termelni. A United Biscuits legfőbb célja az volt, hogy piacvezetővé váljon Európában. Ehelyett egy pénzügyi befektetői csoport megvásárolta a részvényeit, majd a győri Keks Kft-t eladta a francia Danone cégnek, akik nem törődve társadalmi, történelmi, kulturális hagyományokkal, némi húzavona, átszervezés, időhúzás után bejelentették, 2004-ben bezárják a kekszgyárat. Hamarosan megjelent a Danone egy ilyen hírrel, hogy hát komolyan latogatják a gyár bezárását, és az egészet áttelepítenék Székesfehérvárra, Stolberg gyárba. Hát én erre egy elég ingerült nyilatkozatot tettem a helyi labba. Na most erre a nyilatkozatomra egy Budapestre szakadt győri férfi jelentkezett, hogy Balogh úr, ez a dolog kezd el posványosodni, kellene valami akciót csinálni, ami fölhívja a figyelmet. Egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartani, amiben oda viszek egy nagy szemétkosarat, előkészítek ilyen Danone termékeket, nem a kekszgyáriakat, és ezeket szépen ott a ország világ előtt haigáljon bele a szemétkosár. Mondta, ez isteni jó ötlet, én erre teljesen vevő vagyok. Nagy nemzetközi botrány lett, utána itt a győri reflexesek pedig elkezdtek embargót hirdetni a Danone termékekre, aminek alapján a Danone termékek iránti forgalom az én ismeretem szerint, hogy 10-15%-kal vissza is estek. Adódik a kérdés, lehet-e jól privatizálni? Lehetett volna jobban, másképp? Óhatatlan, hogy minden változás fájdalommal, könnyekkel jár. Egy ennyire családias közösség esetében egyértelmű volt, hogy nem fognak tudni azonosulni a multiszemlélettel. Miképpen a multiszemlélet sem engedhet közel magához érzelmi érveket. Nagyon jó családias hangulat volt végig, de sajnos a privatizáció az betett a gyárnak. Mert még az első 3 évben az angol, mikor megvett bennünket, akkor még azért úgy, ahogy még mindig maradt ez a jó családias hangulat. De amikor elkezdte a leépítéseket, csak akkor ő, akik közel voltak a nyugdíjhoz, azt a korosztályt kezdte leépíteni, úgyhogy azt megadta nekik, az embereknek, hogy elmehettek kor engedménnyel nyugdíjba. Végigéltem mindezt, a fejlődést, és végigéltem a kegyzár halálát is, mert sajnos én olyan beosztásba kerültem a végére, ahol nekünk kellett arról tanácskozni, dönteni, hogy a kekszgyárat be fogják zárni. Félig haltunk meg, vagy egészen a Katival, mert ezt nem tudja senki, hogy milyen érzés volt az, amikor mi ez 2000-ben leültünk egy értekezletre, és azt vártuk, hogy majd bejelentik, hogy ugyan eladják a kekszgyárat, az angol cég eladja a Danonnak, és majd fejleszteni fognak. És akkor ott ülünk, és bejelentik, hogy nem fejleszteni fognak, hanem be fogják zárni. Amilyen pozitív volt a gyárba belépésem, olyan negatív lett a nyugdíjazásom, mert ugye hát akkor éltük azokat a nehéz időket, hogy rengeteg embert el kellett küldeni, és ezt a Pirivel csináltuk együtt, ő ugye, mint SB titkáré, meg mint ÜT elnök, és azt nem lehet elmondani, hogy mennyire nehéz volt azokat a kollégákat, akikkel 30-40 éve együtt, örömbe, bánatba, és ki kellett őket kísérni a gyárkapun. Ez borzasztó volt. Ez olyan, mint az előre megfontolt szándékkal gyárgyilkosság. Nem tudtuk megmenteni olyan értékeket, amiket meg kellett volna menteni.